Engedjék meg, hogy még egy témáról szót egy itt önöknek. Ez, ez, pedig Szesták Miklós cégeltüntetési miniszter ügye, aki nem csupán, nem csupán az a több száz vállalkozás bedöntetésében és eltüntetésében játszott tevékenysége a probléma, ez is probléma természetesen, hanem emlékeztetnék arra is, hogy offshore hátterű cégek több mint 12 milliárdot nyertek, azok az offshore hátterű cégek, akik a szélesávú kábelhálózat fejlesztések 20 milliárd forintos keretből részesültek. Öt olyan cég nyert el 12,5 milliárd forintot, amelyeket mindegyikét ugyanazon napon alapították, Ugyanarra a címre lettek bejegyezve, és a cégek tulajdonosi köre ugyanazokból az offshore cégekből áll. Az egyik ilyen informatikai fejlesztés kapcsán milliárdokat használó cifruson bejegyzett offshore cég, az akkor még Parlament Gazdasági és Informatikai Bizottságának tagjaként regnáló Sesták Miklós, a cég neve egyébként Internet Invest Befektető és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. Ennek a cégnek a felügyelő bizottsági tagja volt. Tehát ebben az offshore hátterű ügyben, ahol több mint 12 milliárdot kasszáltak ezek a cégek, szintén már ott volt Sesták Miklós. Tehát, ami most kiderült, ezek a cég eltüntetési ügyek, és a nem cégeltüntetési ügyek, hanem offshore hátterű cégekhez játszott állami milliárdok, amely offshore hátterű cégben jelen volt felügyelőbizottsági tagként Szezták Miklós, mindezek újra arra világítanak rá, hogy Szesták Miklós nem alkalmas arra, amire őt kinevezték. Nyilvánvalóan a következő időszakban is ilyen típusú ügyek fognak róla kiderülni, már csak azért is, mert azt látjuk, hogy újra a gazdasági maffia, férkőzik be a kormányba, és a gazdasági maffia irányítja a kormányt. Ez nem újdonság. Előző ciklusban ezt egy fideszes államtitkár is levezette, hogy hogy delegálnak maffia családok az Orbán kormányba tagokat. Úgy látjuk, hogy a mostani Orbán kormány ugyanilyen alapon állt össze, és azt látjuk, hogy, a, hogy ilyen típusú ügyek vannak. Tehát minden ilyen típusú ügy miatt... Mi is azt gondoljuk, hogy Szezták Miklós alkalmatlan arra a feladatra, amit ellát, ezért azt kérjük tőle, hogy lássa be, hogy ilyen ügyekkel a háta mögött nem tud bizalmat élvezni fejlesztési miniszterként, és azt kérjük tőle, hogy emiatt mondjon le miniszteri megbízatásáról is azt kérjük a kormányfőtől, hogy találjon ennél alkalmasabb és múltjában is tisztább embert erre a feladatra, hiszen ez a minisztérium a fejlesztési források óriási összegei fölött rendelkezik, és egy olyan miniszter, akinek ilyen ügyek vannak a háta mögött, hát nem valószínű, hogy a társadalom és a gazdasági körök bizalmát élvezi. Az lehet, hogy a Fideszét élvezi.